Balázs, megkérünk majd, hogy húzódjál előrébb, jól értelmezőre. A menedzser szemüvegemet veszem fel, jó? Film szempontjából nem közömböstem. Jaj. Merre menjünk? Árpád. És végig körbe az üdői. Két nagykörösi út és az üdőjük között van valami. Hoffer Albert út. De egyébként Hoffer Albert út. Hogy? Akkor legyen körbe felé, kérdezik. Nem mutatom be hajlékonyságomat, hanem inkább csak így leülök és úgy húzogzok itt. Nem a saját autómmal vagyok, hanem cseréltem az egyik kollégám és egy kis poszkival vagyok, ami most tudom, hogy ahogy itt elindulok, egy olyan 100 méterre odébb fog lerobbanni, és ott egy 10 percig így köszörülni kell, amikor új, amíg újra elindul. Kitiszt. Jaj, csinálsunk. Az valószínű. Bár igaz is el tudnám, de a pontosan lesz. Az tényleg ez nagyon nehéz összeállni. Lehet, hogy megcsináljuk. Figyelj, és akkor 78-75-ön veszek a BB-től 2 milliót. Mikor? Ma. Ma, 10 perc. Nem voltam illetékes utóban, és... Ennyi, értem. Azt tudod, hogy akkor mit csinálunk? De... Pénzt, sokat. Tehát ezért kérdezem, hogy a fenye ez a magyar rollkósta, hát szakadjon meg, aki ezt kitalálta. Mi meg a flash? So I said, I made a table here, and I wrote in some figures, which is for 3 years, it's 85. Jó reggelt, Kövább János, hogy kaptam fingerőt, keresztem, megszakadtam bele. Köszönöm. And for 7 years is 20. Harcsony indított. Ott van? Jó, akkor tartsa. It will depend how much the individuals are. Szia, na itt vagyok. Tehát meg tudtátok kérdezni ezt a 80 milliót? Mondjátok meg, hogy éppen úton vagyunk már feléjük, csak egy kicsit olyan dugós az út, és hát elnézést, hogy a késünk, jó? Egyre van megbeszélve veled, hát már réges-régen úton vagyunk, közeledünk feléjük, jó? Köszi, ciao. Te, Lujó, azt ellopták a garázs elől, amit csortatok? Ez a gázos valami? Nem volt hosszú értő. És mi van ez a bójával? Megint megyek, hát ma... No jó, rendelj egy lakatostól, mondom, hogy csináljon egyet, egy egyedi darabot. Hát nem olyan bonyolult szerkezet az. Telefonon. Igen, ezek jön meg hozzám. Miért? Itt van valaki? Kiség tudom. Tehát lefelé, néha megkötik. Semmi sem. Jó napot kívánok, elnézést, a Hoffer Albert utca, nem tudják kérdezni, hogy melyik? Egy Mazda közt, a Hoffer Albert utca. Merre felé van egy Mazda központ van ott állítólag itt a környéken? Nem? Itt a 9-ben nem tudok sehol. Aha, jó, köszönjük szépen, viszont látosan. Kedületes érzem? Hát itt van valahol. Egy technikai kérdésem van, mert most eléggé rohanunk. Volt tegnap ez a 80 millió, amiről szó volt. Rá tudták kérdezni, hogy esetleg van eladási hajlandóságotok? Ma úgy néz ki, hogy szefetű árfolyamon tudnánk kiszállni belőle. Ha? Haló? Ez már megint megszakad. Nem tudom, kihívom ezt a telefonosokat. De fia van, kérdezni, 360-an tudod, tehát 1-4 előre. Jó? És döntös elmegyünk másodra. Ja. 3,60 kg, meg 55 centi. De egészséges fiú, ez a lényeg. Én örültem neki. Hogy hívják? Dömötör, Kővágó Dömötör. Figyelj, Mátyás, mennyivel megyünk aukcióra? 50 millióval? A Nemzeti Bank kincstárgyakat bocsát ki rövid lejáratra, ez éppen egy 180 napos volt, és erre gyakorlatilag ilyen aukciós ajánlattal kell menni. Aki a legtöbbet ígéri, az kapja meg, és így megy lefele, tehát egy ponton elfogy, és akkor már nincsen. Ugye ide hozzánk egy csomó ajánlat beérkezik ügyfelektől, ezeket mi összesítjük, kapunk egy ilyen listát, és ezzel kell bemenni.
nem is kell személyesen menni, faxon is be lehet küldeni, csak ugye a faxok azok 3-10-től mind foglaltak, és ott az veszélyes, ha nem ér be, mert akkor nincs ajánlat. Bármikor lehet közlekedési baleset, vagy lerohad az autó, vagy bármi, és akkor... Ilyen egy államfő, és nem tudsz menni. Érted, hogy itt lezárják, akkor az a feladat, hogy tök mindegy, hogy eljuttasd, mert... Kiugrasz és... Volt már olyan aukció, amin mi részt vettünk, ami a Dajva alaptőkéjének messze két számjegyű többszörösét adtuk be alapul, tehát aukcióként. Ami azt jelenti, hogy ha elveszítjük, akkor mi a partnerek felül kötelezettek vagyunk, hogy ezt kifizessük. És hogy miből, akkor fölmerül a kérdés, minimum, hogy kirúgnak, szóval. De hogy én mondok le, az a másikból. Utolsó pillanatokban is jönnek még ajánlatok, és túl kapzsa az ember, hogy az ajánlatokat már ne vegye figyelembe. Szerintem nem tud azt mondani, hogy jön egy megbízás, azt a 400 millió óra, én most jött. Vissza az igazgatónk, és most írta alá, és 5 perc múlva tudjuk küldeni. Nem tudod azt mondani, hogy nem fogadjuk el, hát ki ez a önmaga ellensége? Gondoltam, hogy egyszer majd jól is megy sorom, akkor majd lesz egy sportkocsim. Meg főleg, amíg fiatal az ember, addig kell sportkocsit venni, mert ha már vén szar leszek, akkor már ott lesz a sok gyerek, meg minden, akkor nem lehet velük mit kezdeni, akkor nem lehet bezsúfolni egy ilyen autóba. Nagy-nagy családot, most meg még lehet. Ilyen ára ugye a Hoffer Albertot szerintem, tudod melyik? Hoffer. Sajnos nem. Ha? Kösz. Krisztus Isten. Hol van az? Nem tudja, hogy meg az. Kicsit magabiztosan tudva kellett élni. Majd nagyon helyi lakost kérdezzél. Hoffer. Nem? Halló, ez nem fogtam. Nem, ez az Európa. Na gyere, elmagyarázom az egészet, akkor meg fogod érteni. Eltét alapítottunk önállóan. Gyakorlatilag így a pénz nem ment egy métert sem, mert ez ebbe záródott ugye a háromszög. Előkülönben hoztam neked két ilyen megállapodást, ezek majd kellene is a könyveléshez, meg majd még adok egy kölcsönszerződést is. És a kölcsönre azt fog itt most ráírni, hogy 5 éves kölcsön, vagy 5 évre kapta a KFT az RT-től a kölcsönt. Azért azt írjuk rám, akkor a mérlegbe ott az 5 évesekhez fogjuk beállítani, ezt úgyis sok helyre kell még vinnünk ezt a mérleget. Mert teljesen mindegy, mert utána pedig január 1-jel beolvad a... Úristen, hogy ebbi elment már? Mindig már úgy nyomaszt egy probléma, teszem azt, feladnak egy kérdést, hogy ne ezt a gazdasági problémát, ezt most hogyan lehet megoldani. Gondolkodom rajta, és ugye a munkahelyem, amikor nyüzsgés van, meg emberek van, amikor arra vagyok rászorítva, hogy most ez a dolgom, hogy kitaláljam, most ki kell találnom. Hát igazán nem találom ki ezeket a dolgokat, hanem amikor vezetek haza, vagy amikor éppen vásárolok, vagy akármit, vagy fogatmosok, vagy sportok, tehát teljesen váratlan ötletekben volt, mert is, hogy alvás közben. Ezek nem olyan trükkök, hogy ügyeskedések, mert van egy-két olyan cég, aki kifejezetten ügyeskedik. Mi a legális módját találjuk meg annak, hogy teljesen normális és elfogadott módját annak, hogy a szerencsétlen ügyfélnek ne kelljen borzasztó sokat fizetnie, és azért mi is jól járjunk. Például a Mazda, az azt jelenti, hogy ki akarja építeni azt a hálózatot, hogy legyen 25 kereskedő az ország különböző pontjain, aki gépjárműveket ad el, de az ahhoz hozzátartozik a szerviz, szolgáltatás, az alkatrész, meg természetesen egy finanszírozási tevékenység. Ez az, amik vagyunk mi, és ez az, amiben már beszélgettek a Laciék a Mazdásoknak a magyarországi képviselőivel, illetve igazgatóikkal. Kereskedőnek az érdek, hogy valaki kifizesse. És a vevőnél jelentkezik az, hogy ő most ne vagy nem tudja, vagy nem akarja egészbe kifizetni. Hát ez az egész mégis leasingnek, meg részletnek a lényege. Nem mindegy, hogy aki netenáltal részletre akarja venni ezt, akkor az is hozzáférjen, miért tud hozzáférni, gyorsan lebonyolítani, de ugyanakkor azért biztonságos legyen, mert lehet, hogy én azt mondom egy óra, hogy na jó, oké, adjuk oda ezt a, mit tudom én, 500 000 vagy 1 millió forintot, és nagyon rugalmas vagyok, csak éppen 10 üzletből 10-et elbukunk. Viszont az se jó, hogy én most 2 hétig vizsgálom a figurákat, akik oda jönnek vásárolni, és akkor 2 hét után kiderül, hogy na jó, igen, fölvetett az 1 milliót. Itt vannak mindig ezek az optimális megoldások, hogy elmondani marha egyszerű, csak hát sok ilyen nüansznyi dolog van, ami... Végül is ez a munka, hát erről szól az egész leasing. Végül is a dolog ott van ugye, hogy senki nincs átverve, tehát ez nem olyan, mint a marci közönságtan, hogy egyik veszít azért, hogy a másik nyerjen, hanem mindegyik jól jár.
Tehát ez a buli benne, hogy nem kell tudat alatt szégyelned magad azért, hogy most valakit átvertél. Közgazdaságilag ugye a mi szerepünk a ideális tőkeallokáció megteremtése, tehát hogy a pénz oda áramoljon, ahol legjobban tud dolgozni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a piacgazdaságban. Mi ezt csináljuk? Jó, jönnek be velünk. Jönnek be velünk a tévésre. Ugye itt ilyen 22 évestől 28-30 éves korig bezárólag fiatal fiúkon nagyon-nagyon nagy teher van. Ugye itt havonta milliárdos forgalmat bonyolítanak le pénzzel, más emberek pénzével, és ez félelmetes hátteret az egésznek. 93-18-on elad még D11-et, 10 milliót. Ez a stressz és felelősség az, ami a leginkább ember próbálói. Szóval nem egy nagy varázslat. Szerintem nagyon sokan lennének még úgy vele, hogyha maximálisan ki lenne használva a szellemi kapacitásunk, meg bele lennének dobva a mély vízbe, akkor ugyanezt meg tudnák csinálni. Minden most változott az összes ilyen törvény, meg az egész gazdaság. Az öreg szakik azok igazándiból ahhoz értettek, hogy a szoc gazdaságban, meg tehát a egyáltalán piacgazdaságban el tudtak nagyon ügyesen lavírozni, meg a kapcsolataikat tudták használni, és úgy tudtak gazdálkodni, de az nem ugyanaz, mint hogyha valaki kőkeményen a piacra és a pénzre építi az üzletpolitikáját, és ez alapján csinálja. Nagyon kevés van, aki igazán váltani tud. Tehát az, aki egy teljesen új metódust be tud fogadni, azt, hogy itt bizony célok vannak, és ezt nem a farkas törvények szintjére emelni, hanem arra, hogy nem akar bántó lenni, de hogy például nem korrupt, például, hogy nem csak a nagyon közeli jövőt látja. És ez teljesen érthető, hogy mint tudom én, egy 45 éves embernek az a fontos, hogy most jó legyen. Nem pedig az, hogy fölépítsen valamit, ami akár csak egy év múlva kezd jó lenni, akkor nagyon jó lesz. Ezt nagyon kevesen látja. Ez egy elszomorító dolog volt, hogy amikor én oda kerültem két hónappal később, én azt mondtam, hogy fiúk, ez így nem lesz jó, így meg fog bukni a cég, meg minden. És erre az a sok nagy tudású gazdasági szakértő egyáltalán nem jött rá. És akkor én oda mentem a friss diplomámmal, mivel hát az elején szomorú sem mertem volna, hogy ilyen van, csak hát láttam, hogy ez csak haladunk a balhé felé, úgyhogy muszáj volt szólni. Na, és itt ilyenkor el szokott hallgatni. Aha, hallgatott. Nincsen egy rangidős, hogy úgy mondjam. Nincsen egy olyan, aki megadná a cégnek azt a típusú, hogy mondjam, komolyságát, elfogadhatóságát, hogyha van egy fogadás, akkor oda el tud menni egy olyan igazi úriember, hogy úgy mondja, hanem ilyenre nem tud, ilyenre elmegy valamelyikünk, vagy 25, vagy 31 éves, attól függően, ez teljesen mindegy, és megbecsülnek ma már. Tehát azért ezt el lehet érni onnan is. Most bácsik. Jó napot kívánok, ne ragudjon, a Hoffer Albert utca merre felé van? Fogalmam nincs. Van valami Mazda központ itt? Azt se tudja, hogy? Hol? Mazda központ van itt a környéken. Fogalmam nincs. Nem kollégák sem? Meg is hallottam. Mindjárt kezdődik. Szia, azért adjad nem. Igen. 2150-en vennék március végére 100 ibuszt. Mit egyet? Nem, 50 millióig. Márk egyet, 103. 50 millióig. 103-50 mondtam, 103-50. Most adsz vagy veszel? 90 egész. Ugye ez a K2-es, amit itt elhangzott az elébe, ez egy kincstárjegy, ez egy 360 napos kincstárjegy, és azt mondta, hogy ez a 360 napos kincstárjegy 90%-os áron megvenni. A gépbe ki lehet számolni, de a 90%-os áron ez mondjuk ilyen 17-18% hozamot jelent egy évre, és ezen alkusznak, hogy mekkora áron vegyék meg. Egészen egyszerűen itt ugye ugyanúgy, mint egy bármilyen más piacon, eladók és vevők vannak, értékpapírt adnak, vesznek. Itt lévő cégek, broker cégek azoknak az alkalmazottai, és ezek hozzák a megbízásokat magukkal, amit a befektetők, illetve eladni szándékozók adnak, és ezeket itt megpróbálják a törvényt teljesíteni. 92-97-en eladok 50 millió D11-et. 85-ön megveszem. 97-en adom csak el.
Kiszálltam. Nem lesz babér a mai napra. Attól tartok. Ennyi meg nem éri meg, ennyi nem éri meg eladni. Ez nekünk nem buli. Hogy ilyen szabadon fogalmazza. Na így van. Hát akkor úgy érzem, hogy mai napi kereskedési tevékenységem befejeződött, mint a tőzsdén. Vannak olyan emberek, akik kifejezetten ilyen tőzsdére való emberek, akik nagyon gyorsan reagálnak az ilyen beadott ajánlatokra. Én magam szempontjából én nem annyira, tehát én egészen másfajta üzletkötő típus vagyok. És ők pedig, akik itt nagyon jók, ott más téren pedig lassuk, vagy nem megfelelők, vagy nem tudnak előn alkudni. Itt nagyon gyorsan bemondják. Szóval ez egyéniség kérdése is, hogy ki mit bír, mire alkalmas. A tőzsde üzletkötőnek lenni az egy eléggé nagyon feszített világ. Volt egy idő, amikor nem reggeliztem, és annyira rosszul lettem egyszer az autóban, amikor mentem egyik tárgyalásra, hogy félre kellett állnom, és kiírták a mentőt. És ők mondták, hogy vagy elkezdek rendesen enni, meg rendesen élni, szóval így kordában, vagy nem bírom tovább. Pedig 27 éves vagyok, és csinálom két és fél éve, de ez szakmai ártalom, szóval ez mindenki így van ebben a szakmában. Kint Tokióban én nem is láttam a tőzsdén, nem tudom, hogy a 29-30 évesen idősebb ember nincs, nem bírják. A legjobb barátaim is sokszor úgy elveszni láttak, meg látnak, mert 24 óra egy nap, és nagyon rossz dolog, ők ismernek és ők tudják, de rossz néven veszi. Tudják azt, hogy fáradt, tudják azt, hogy nem, ez nem egy általános eset, de az embernek el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy honnan vagdosson le az eddigi jól bevált, nagyon kellemes dolgokból. Tehát úgy, mint sport, úgy, mint barátok, úgy, mint szülők, úgy, mint a egyéb kapcsolatok, mert egyszerűen nem fér bele minden, és ezt emberek egészen másképp érik meg. Úgy érzik esetleg, hogy nem érdekel, vagy nem vagyok annyira vevő a problémákra, amik nem az ő problémákra, hogy általában, szóval olyan, mintha hűvösebb lettem volna, vagy nem így van, csak nagyon-nagyon ritkán vannak olyan nap, én még nagyon el kell lazulnom ahhoz, hogy ismét a régi legyen. Fakun pakli megvettek, szóval a lelkemet, nagyon klassz dolgozni. És tény kérdés az, amikor én befejezem és hazamegyek, akkor az esetek legnagyobb százalékában kell legalább egy óra, másfél óra, amíg feloldódok. És talán fölmerül az is, hogy az ember még veszi készpénzen ezeket a kapcsolatokat. Tényleg, mert én nagyon szeretem hazamenni, nagyon szeretem azt, hogy venni mindig valami apróságot, hogy valamit ezzel beállítani, csak amikor az ember beugrik, és mondjuk tényleg a legnagyobb jó szándékkal is hazamész, és örömet akarsz szerezni, és azt akarod, hogy ők is lássák, hogy most gondoltál emberre, és ezek nem azért veszem azt a bizonyos valamit, hogy lássák, hogy én gondoltam rájuk, de fölmerül az is, hogy az ember veszi készpénzen ezeket a kapcsolatokat. Igen. Nem kis viszontagságok után. Sikerült. Ez fél siker, hogy megtaláltad. Megmondjuk, hogy most nem tudok üzletet kötni, akkor soha. Végül is, hiszen itt volnánk. Egy táblázatot hozzá be. Hozd be, Balázs! Jó, hozom. Jó? Várjatok, fiúk, már.
Nézd, ezek milyenek? Hogy? Semmi. Majd legközelebb. Szia, hello! Ciao. Jövő héten ugyanerről fogunk beszélni, két hét múlva ugyanerről fogunk beszélni, és a harmadik hét azt mondja, hogy igen, hát erre gondoltam. Erről van szó. Erről van szó. Mert ők tényleg, ők azok, akik nem a minőség, meg a magyar, nem, itt túlságosan ilyen slendrián vannak, de hogyha minőséget hozol, akkor meg megijedtünk. Hát így van, sajnos ez egy ilyen világ. Olyan 1000 forint egy pálya egy órára, tehát fenkit 500-500 forint. Ez egy viszonylag drága sport. Viszonylag drága sport. Nem csak a divat miatt, hanem mert egy ilyen létesítményt fölépíteni, az tényleg drága dolog, hát azt meg kell fizetni. De így gyorsan az, hogy a cég ezt fizeti, tehát a sportjainkat, ez egy nagyon nagy támogatás. Ez így, hogy a Héliában ugye, mert nekünk ide van a Hotel Héliában, ez 600 forintért belépült per alkalom, egy kétszer jövök, az napi 1200 forint. Egy héten eljövök háromszor, vagy hatszor ugye, akkor azért az már egy magyar átlag embernek egy nettó fizetése. Egy átlag magyarnak. Gyakorlatilag ez úgy van, hogy ez olyan javadalmazásszerű, tehát végül is ez egy olyan fizetés kiegészítés, hogyha ez nem lenne, hogyha nem kapnék autót, akkor sokkal több fizetést kéne kapnom. Így, hogy kapok autót, akkor kevesebb fizetést kell fizetni, akkor kevesebb TB-t kell fizetni, kevesebb adót kell fizetni végül is. A világon mindenki azt csinálja, körülbelül minden harmadik autó a világon ilyen cégautó. Úgy mégis olcsóbb egy alkalmazottat javadalmazni. Ez egy megfoghatatlan dolog, mert igazán nem tudom úgy megmondani, hogy én most 213.527 forintot keresek, hanem mert ezek ilyen természetbeni juttatásokban vannak. Mélyébe. Egyrészt van egy olyan összeg, amit elvileg elkölthetnék, és az mindig függ attól, hogy mennyire jól prosperál a cég, meg hogy mennyit keresünk, de, és ez egy keret, hogy annyit tudok elkölteni, de ezt a keretet ezt nem lehet elkölteni. Most hiába kapnék én kétszer vagy háromszor ennyit, akkor sem tudnék kétszer vagy háromszor ennyit költeni. Mert amire igazán vágyom, meg ami reális, azt úgyis megkapom, ilyen elrugaszkodott vágyaim meg nekem nincsenek, meg senki normális emberek nincsenek, hogy én most holnap építsek egy 100 milliós kacsalábon forgó palotát, vagy vegyek egy 20 milliós autót, vagy mit tudom én. 27 évesen én eljutottam oda, hogy vettem két lakást, van autóm, van egy nagyon szép feleségem, nincsenek anyagi gondjaim, innentől most már csak szakmailag kell fejlődni. Vannak barátaim, akik így értelem nagyot kerestek és másképpen élték meg. Én igyekszem megpróbálni úgy megélni, hogy ez úgy az emberi kapcsolataimon igazán ne látszódjék. Tehát, hogyha én megyek az utcán, akkor ne látszódjon meg rajtam, hogy én nagyon sokat keresek. Vagy hogyha én a barátaimmal elmegyek sörözni, akkor őket ez ne nyomassza, hogy én sokkal többet keresek, mint ők. Érdekes, hogy mit tudom, hogyha valaki megkérdezni, hogy miért dolgozom én annyit a cégemért, akkor nem feltétlenül elsődlegesen azt mondanám, hogy azért, mert hogy tulajdonos vagyok benne, és ebből nyereségem lesz év végén. Igen, semmi gondolom is van, hogy egyetlen gondolom, hogy magyar állampolgárként elvileg nem vettek át devizát, de semmi gond, átveszem, jó maradjon, hogy átveszem, és nálam van a felelősség. De soha nem ez jut eszembe, hogyha én egy nagy üzletet megcsinálom, akkor év végén mennyi nyereséget realizálok. Az elsődleges nálam az, hogy nagy dolgot alkossak. Hogy valami óriási dolgot csináljak, ami jó, nem csak nekem, hanem a többi tulajdonosnak is. Tehát, hogy ez egy ilyen önmegvalósítási dolog talán.
és csak másodlagos vagy sokadlagos az, hogy ezt a céget magamnak is csinálom, és amit itt építek, ez a cég, ezt magamnak is építem. Berma, az úgyis halasztottuk már két napot, de nem jött miatt. Igen. És hogy az nem várható, hogy átviszik a postabankba, és a postabankból utaljuk. Hát de ott van a készpénz, nem jó? Nem, amit nem kápi, hanem például a Bermának, akkor azt nem vesszük föl, hanem azt átutaljuk, és annyira kevesebbet veszünk föl. Milyen átutalást? Miért írtatok ki átutalást postabankra? Hát mert én kérdeztem tőled délelőtt, hogy hétfőn lehet-e utalni postabankra, és mondod, hogy lehet. Ja, és? És? És hát aznap utalást nem fogom tudni elintézni a postabanknál. Hát akkor nem a postabanknál, hanem a Konzumbanknál rá, annyival többet hagyunk, kevesebbet viszünk a postabankhoz. Drága kájcsi, nézzük! Várjál. Laci, először. Igen, megyek tárgyalni, igen. De egyébként így szakad, azt jól jobb oldani. Szóval mit csinálnál? Szívvel kaptam, hogy jól van. A zsákoló bajnok. '92-98-en eladok 50 millió D11-et. A 98-as áron adom. Adok szállat 7.30 ton. 7.30 ton, veszek 500 darab. Ezt mennyire adódok közt? Ennyi nem adódok? Ez az 9-7-et? 92-95-et. Ezért kell odaadni, 97-75. Mert muszáj bemenni, hogy ezért érzel egy 40-60. János. 92-97-en aladok 50 millió D11-et. 85-ön megveszem. 92-96-on megveszem. 97-en odaadom. 96-on megveszem. 98-15 millió. 50 millió D11-et. 92-96-on adom az 50 millió D11-et. 96-on megvettem. Adtam. Robiért nem beszéltem. 18-15. A Dajba az OTP-vel a 19-es. 92-81-et. Ez a mák, látod, amikor most söngetnek be. Ez a haba tortán, amikor az utolsó 5 percben vagy, és ideig mindenki tök vangál, mert nem csinál semmit. És utána az utolsó pillanatban elkezdenek robbani, és látod, ideig meg sem szólalt a OTP jeles képviselője, és utána ide, puf, megvette 50 milliót. És ha nem figyelsz, és kimész a teremből, meg vécére mész, így van. Akkor elúszik a dolog. Szóval... De most jó volt. Nekem buli? 10-49. Jó. Jó, nekem is jó. Persze, hogy jó. Hát ha lehetek kötöm így, de? Hát ha lehetek kötöm így, de? Elő van szóval. Kb. 3 csülögén a nyújtá, jó? Magát is érdekli? Engem igen. Jó, maga is csülögén oda. Ne, ne vitatkozzunk. Jó. Szállj ki. Erika, köszönjük szépen! Ja, szuper! Volt, kötöttünk. Jó volt, muli volt.
Én úgy érzem, hogy nagyon a helyemben vagyok. Tehát tényleg az van, hogy úgy érzem, hogy ki van használva a szellemi kapacitásom, és ez kevés ember mutatja el magáról, hogy tényleg okos dolgokat kell kitalálnom a nap 6 órájában vagy 8 órájában. Most mennyire jellemző? Nem jellemző szerintem. Kevés ilyen szerencsés figura van, biztos azért csupa ilyen szerencsés figurával találkoztatok, mert most ezt volt célotok fölvenni, de hogyha úgy körülnéznék az évfolyamunkon, és úgy megnézni az értelmes embereket, egyáltalán nem merném azt állítani, hogy mindenkinek. Például ilyen apekes barátaim mondták, hogy borzasztó lélek körül. Hát senki nem kíváncsi arra, hogy ő neki ötlete van. Hát ez senkit nem érdekel, hogy valami innovatív szellem, vagy újdonságot csinálna, vagy valamit úgy érzi, hogy nem úgy van, hogy lelkiismeret, meg ilyesmi nem létezik. Gyakorlatilag ő emberek sorsáról úgy dönt, hogy soha nem is látta azokat az embereket. Hát az AV-ben is ez van, hogy a vagyonbiztosok még hagyján, mert azok gyakorlatilag azok találkoznak az igazgatókkal, meg mindenkivel. De általában nem ők hozzák a végleges döntést, ők csak valamit előterjesztenek, és azok az emberek döntenek róla, akik a büdös életben nem is látták, azt se tudják, hol van az a gyár, meg hogy mit csinál. Úgyhogy tényleg itt már esetleg más intelligens, normális ember kerülne abba a pozícióba, hogy dönthetne az állami vagyonról, addigra már nem lesz miről dönteni. Addigra már csak egy nagy rakásszal lesz, nem állami vagyon. Azokra lenne jó szavazni, akik tisztességesek. Csak nem tudom, hogy hol lehet megtalálni őket, meg vajon azok mikor indulnak a választáson, meg honnan lehet őket megismerni, a nagy piros kereszt lesz a homlokukra festve, vagy honnan lehet azt látni, hogy ez tisztességes polgár volt, vagy sem. Lehet, hogy anarchistának kéne lennem, hogy mindenféle hivatal, meg ilyen hatalom ellenes, lehet, hogy egy kicsikét ez van bennem, lehet, hogy ez csak egy ilyen kis fanyargás, és teljesen értelmetlen, valahol parkolni kéne. Aha. Ugye nem szabad igazságtalannak lenni, tehát ez gazdaságilag, de főleg lelkületileg, vagy pszichológia fantasztikusan nagy ugrás, amit itt meg kell tenni egy egész népnek ahhoz képest, ami volt és aminek kell lenni. Azt szerintem nagyon jól áll. Tehát az emberek gondolkodása messze-messze előbbre áll, mint sok olyan országban ugyanilyen rendszer volt 40-50 évig. Az, hogy a politikában ez hogyan csapódik le, rengeteg sok a türelmetlenség, ugye egyes dolgokat hatalmi eszközökkel próbálnak megoldani, ami az ő szempontjukból érthető, és nyilván a legjobb szándékkal csinálják, de nem jó megközelítés szerintem. De én úgy egészében optimista vagyok, hát mi is más lehetnék. Én úgy gondolom, hogy a bankunkban sem azok a megfelelő emberek vannak, akik ténylegesen teljesítményarányosan tudnak dönteni. A bankokban olyan emberek vannak, akik valami egészen furcsa és egészen megfoghatatlan értékrend szerint döntik el azt, hogy ki alkalmas valamire, meg ki nem alkalmas. Teljesen nevetségesnek tartom azt, hogy ma komoly vagy félkomoly vállalkozók nem juthatnak hitelhez. Tehát olyan procedúrát építenek be, amivel teljesen megfojtják azt, egy ilyen országban, ahol azért a lehetőségek meg lennének, teljesen megfojtják azt, hogy valaki bemegy egy vállalkozó, hogy szüksége lenne, mint a 600.000 forintra, egyszerűen megmosolyogják, elküldik. Nincsen. Nem, hát hogy pont ő egy magánvállalkozat? Hogy? Hát mire? Ma a magyar banki szférában meggyőződésem szerint nem a teljesítmények számítanak, a bankok nagyon-nagyon komoly problémában vannak, mert rengeteg betétesük van, és a pénzeket nem tudják igazán jól kihelyezni, mert tartanak mindenkitől. Hol van a pénz? Hol a pénz? De majd jön. A pénzeket én úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben ilyen baráti kapcsolatokon és régi kapcsolatokon keresztül adják. Ezt csak azért gondolom, mert nem tudom dinamikusabb, nem tudom igazán, hogy hány dinamikusabb és nagyobb teljesítményt leadó cég volt az elmúlt időben, mint a mi cégünk, és nekünk bizony problémákat okoztak. Azért jöttük ki, mert egy tulajdonosunktól visszavásároltunk, illetve egy másik cég megvásárolt
részvényeket, és ezt kellett kiközvetíteni ezt az ügyletet, illetve hát mivel ez egy külföldi részvényesünk volt, ezért át kellett konvertálni a vételárat shillingre, és azért vagyunk itt, hogy elhoztuk az eladót, a részvényeknek az eladóját, hogy át tudja venni a vételárat. Hundertraund 40 stück. Hundertraund 40 mal 5000, ja? Oda? Tehát tudod. Annyi cél van, hogy itt nagyon-nagyon sok millióra el lehet lekölni, tehát nyilvánvaló, hogy sajnos itt is projektálni kell. Az, akkor lesz egy keret, és arra meg kell teremteni cégen belül, hogy nem annyi. Kivéve az orvosi dolog. De hogyha... Csak arról beszélgetünk, hogy vannak most is csináltunk még eddig is ilyen különböző támogatásokat, azt mondjuk, hogy sportolókat, vagy iskolára csináltunk alapítványt, vagy hogy valaki volt ilyen, hogy beteg volt, és máját ügyvédést kellett csinálni, akkor azt mondtam, hogy sokba kerülve, hogy berlőbe kell megcsinálni, és akkor ezeket így fizetkedtem be pénzeket. Mm-hmm. És eddig ilyen hasraütés alapon ment az egész, és most arról beszélgettünk, hogy ezt valahogy hogy normál keretek közé ültetjük. Az embereknek vannak jutalékaik, és azt kell csinálniuk, hogy a jutalékból itt össze kell szedni egy X összeget, és azt az X összeget a cég megduplázza. Összeszed, mint amilyen 20 vagy 30 ezer forintot, a cég is hozzáad 30-at, és akkor összesen lesz mondjuk 60. Apám például imádott vezetni, meg mindenem volt az, hogy vettünk egy 18 éves régi Warburgot, és akkor az egész utca tudta, hogy ő aztán nagy zseni ebben, meg is csinálta mindig nagyon jó kis gép volt. És hát az volt az álmom vágyam, hogy majd egyszer, hogyha úgy lesz, akkor veszek neki egy jó autót. Na most hát ezt a földön is előteremtettem volna, hogy nekem sokkal előbb jött az, hogy megtehettem volna, hogy és hát mégis elkéstem ebben. Hát apukám az sajnos kicsit korlátozott a mozgásában. De már nem lehet ezt például megtenni. Ma már nagyon kevés dolgot lehet nekik adni, és semmit nem fogadnak el. Tehát ez a legfontosabb kérdés. Olyan dolgokat, azok, amik nagyon jók, és amiket tényleg fenn kéne tartani, amik azt mondom, nagyon jól sikerültek, hogy voltunk Ausztriába, sétálgattunk ott, egy sört megittunk, meg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült, és hát hallatlanul boldogok voltak vele. Tehát valami ilyeneket kéne csinálni. Nem ismerek olyan családot, de még csak hírből sem, ahol olyan családi viszony légkör lett volna, amilyen nálunk. Ebbe beletartozik az, hogy hát mindig úgy tudtak hozzám állni, és a bátyámhoz is, hogy a leginkább a kornak megfelelően, azt hiszem. Nekem 4 évesen is igazam volt egy beszélgetésben, hogyha igazam volt. És ez egy nagyon jó dolog, én tele vagyok önbizalommal, ez feltehetően nem véletlen. És ez enélkül az önbizalom nélkül semmit nem lehetne csinálni. Az ember 25 évesen nem hiheti azt el igazán, hogyha egy bankosdit játszik mondjuk a napjának mondjuk 10-12 órájában, azt nem hiheti el, hogy 25 évesen lehet ilyet csinálni. Én el tudom hitetni azt 25 évesen, hogy igenis jó vagyok. És nem csak én, hanem minden, amit képviselek. Mert nyilván, hogy nem a saját személyes sikeremről van szó, nem arról van szó, hogy valami úgy összességében jó. Vidám. Ezt úgy föl lehet venni, most szintől függetlenül bármi ez, hogyha valaki ezt a nyakkendőt látja, és idősebb, akkor az azt mondja, hogy ne, ez valami komolytalan fiatal. Hogyha valami fiatalabb, akkor valami nagyon vidám űrge lehet az, akinek ilyen vidám nyakkendője van. De nem komoly akarok lenni, akkor főveszek egy fekete vagy sötétkék nyakkendőt, egyszerűt, meg egy két soros öltönyt hozzá, és akkor nagyon komolyan nézek. Ez olyan divat is. Ez olyan, hogy
most ez a divat, most hogyha ebből úgy elegánsan akarok kirézni, úgy látszik, hogy fiatal menedzser vagy jupi, akkor felkötöm ezt valami szolidabb zakóval, és akkor ebben látszik, hogy na, én vagyok az, aki. Ez olyan fiatalos, ezek a zöld pöttyökkel, de van hozzá egy zöld kétsoros öltönyöm, amivel úgy komolyan nézek ki, de látszik, hogy fiatal vagyok. Vágyom egy olyan nyakkendőről, ami fekete, és egy mesztelen nő van rajta. Az abszolút komolyta. Jaj, de aranyos vagy. Jaj, de édi. Jó, dömötör. Kivágó dömötör. Jaj, de aranyos vagy. Helyes nagy szájú. Nagy szájú? Ordít nagyon? Van torka. Jaj, de aranyos. Jó, köszönöm. Hát ez elszomorító. Hello, Margitka. Kösz. Nem én szültem meg. Veszel? Veszel tőlem? Mit van? Várj. Holnap visszaív, hát kit érdekel holnap már? Most én itt ajánlok önnek egy nagy üzletet. Na de most ezt végig is mondom. Ugye ezt a pénzt ön pedig, ha semmi más nem csinál, akkor bankközébe berakja 18-ra. Vagy annál jobbra. És már jobban hozta ki a befektetési hozamot. Legyen egy méltányos dolog, hogy neked is megérje, hogy ne féljél tőle, ez még mindig méltányos lesz. Egy 17.75-re gondoltam. Te is jól jársz, meg én is. Nem, én azt mondom, hogy csákon pakli, te ilyen jutalékon, tehát ilyen hozamon. Hát ezt mondom, tündérkém. Na, mit szólsz egy ilyenhez? Megdobogtatom a kicsi szívedet? Igen, szóval, ugye én egy olyan irányzatot csináltam Jiu-Jitsu-ba, tehát ebből közelharcba, amikor hivatásos karra képeztél ki, hogy van egy cél, el kell érni a célunkat. Hogy milyen áron, az gyakorlatilag tök mindegy, ez az egoista oldal a dolognak. És mindig úgy alakítjuk a dolgokat, hogy nekünk jó legyen, és annak is jó legyen, aki a közvetlen környezetünkben van. Hogy ez másokat hogy érint, ez egy nehéz dolog megmondani, de tudszatlan nem foglalkoztak. Szóval akkor világ dolgát kéne megváltanom, és erről, nem tudom, 11 évesen leszoktam én megváltsam a világot. Szóval arra képezték ki, hogy nyerjek. Hogy győzzek, és ez a feladat, kész. Azt is kéne, hát egyszer nem tudok szétszakadni, hát ha megszakadok, se tudom. Igen, azért hívom őt most. Kezdek fáradni. Én alapvetően mérnök szerettem volna régebben, valamikor még az első-második gimnáziumban. Utána vettem észre, hogy engem igazából nem érdekel annyira a mérnökség. És akkor ugye elmegy közgazdásznak az ember, hogyha nincs igazából determináció benne, hogy én most orvos akarok lenni, vagy zenész, akkor elmegy közgazdásznak, mert ez olyan valami. Én matematikából voltam igazából erős, racionálisan fogtam fel dolgokat, ami ilyen materializmussá alakult, és én meg voltam rá győződve, hogy a tiszta ész erejével mindent meg lehet érteni, le lehet vezetni, tehát a racionalitás volt a fő hangsúly. De egyszer csak én is észrevettem, hogy nem találok mindenre választ, tehát nem sikerült mindenre választ találni fizikával, matematikával, tehát természettudományokkal. Akkor pedig az ember elkezd gondolkodni, hogy mégis milyen magyarázatokat lehet az ő kérdésére találni, és elkezd nézegetni. És így jött a keleti filozófia, amiben
ezekre az én kérdésemre remek jó válaszokat lehetett találni, és így gondoltam, hogy akkor ebbe tovább kéne menni. Én megtanultam tisztelni a veszélyt. Ez a fizikai nagyon sokat éreztem a fájdalmat. A fizikai fájdalmat, amikor zsivzúztam. Törték el a csontjaimat, én is törtem el másokét. És ezt megtanított arra, hogy tudjam, hogy mi a határ. Tudjam, hogy mi az, hogy a szellemi fájdalom, idegi fájdalom, pszichés fájdalom, mi az a küszöb, amikor szánt szándékkal lehet valakit megfojtani. Tehát amikor például tanultuk, hogy hogy kell valakit megfojtani. És egy nagyon nehéz dolog ugye átlépni azt a polgári küszöböt, hogy edzés gyanánt folytsál meg valaki. Tehát, hogy álljuljon el a kezedbe. Ha másoknak küldnék el, hogy te megfojtsad, ahhoz, hogy ő érezze, hogy meddig kell folytani. Tehát egyrészt elszenveded, mert ugye utána fölkefolgnak, és utána tájulsz, vagy utána te folytasz. Én sokat csináltam ezt, tanítottam, és ezt hogy kell csinálni. Talán ez a határ, amikor érzem, hogy emberekkel hogy kell bánni időnként. Ez a nagyon a végletekig való kitolás. Két éne van az embernek, nekem legalábbis. Én ezt úgy érzem, hogy fölismertem magamban, és nagyjából tudom kezelni, összehangolni nem tudom. De én azt hiszem, hogy nem is lehet. Amit én dolgozom, az a pénzről szól, amit én gondolkodom, az... Én el tudom fogadni magamban, hogy az a vallásos, filozófiai, metafizikus gondolat, amiket az összes vallás és az összes filozófia sugal, vagy valamilyen irányba vesz, az az igazi élet, vagy a lét, akkor nyilvánvaló, hogy az az élet, amit itt én folytatok, az egy menekülés. Ne kelljen szembenéznem azzal, hogy milyen is a világ igazából. Ha kilométert nézi csak az ember, akkor az jó, de valahol nincs is kontroll, mert mennyi idő alatt csinálod meg. Lóghat az ember. Így nem. Az idő az a legdurvább ellenfél. Persze engedett, hogy pihensz, de többet nem kezded el. Szóval, aki sportolt 16-18 évet az életében, azt tudja, hogy ezt elhatározod, akkor végig kell csinálni. Ha nem tudod, akkor ott kell hagyni. Ilyen egyszerű. De ez kell nekünk. Ha ezt abba hagyom, akkor saját magamban hiányzik valami. Kitűzöm a célt, akkor ezt reálisan kell megfogalmazni. Ha nem reális, akkor magamban valami hiba van. Ezt tudni kell, hogy egy reggeli futás, vagy egy esti futásnál mind bírok. Hát most szerintem nagyon a határa megyek. Nagyon ki fogom venni. De hát ez van.